Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves nézőink! Mai műsorunkban a Nagy Hét és Húsvét ünnepének liturgikus eseményeiről készült összefoglalónkat láthatják a püspöki székhelyről. Szeretett testvéreim, mit várunk Jézustól? Mit várunk tőle, akit ünnepelünk, akit köszöntünk? Olyan kedves volt, szép volt, ahogy a gyerekek a pálmaágakkal fogadtak itt bennünket, olyan gyönyörűen énekeltetek, hozsannát, üdvözletet, dicséretet mondunk Jézusnak, úgy, mint annak idején a jeruzsálemiek. Mit várunk Jézustól? Amit mi elképzelünk, a mi megoldásaink megvalósulását, vagy pedig rábízzuk a jövőt, rábízzuk a problémáink megoldását. Egyházunk kedves hagyományával a Nagy Hét kezdetén, virágvasárnap, Mátétól, Márktól vagy Lukástól, mint az idei évben, felidézzük már a szenvedés történetet, amit majd nagy pénteken a János Passióban hallgatunk. Hogy figyelmeztessen bennünket az Anya Szent Egyház, hogy az az megoldás, amit mi a mi emberi logikánkkal, a mi szűk látókörű gondolkodásunkkal elképzelünk a jövőről, az mindig kudarcot vall. Köszöntsük úgy Jézust, mint aki az Úr nevében jön, aki a minket szerető Isten akaratát teljesíti. Olyan szép volt a mai olvasmányban a próféta szava, amit elsősorban Jézusra vonatkoztatunk. Figyelmessé tette a fülemet, hogy hallgassam őt, hogy tanítványa lehessek. És ezt vonatkoztassuk magunkra is. Kérjük a Szentlélek Úristent, hogy figyelmessé tegye a fülünket, hogy hallgassunk az Atya akaratára, az ő szándékaira, amit Jézus által közöl velünk, hogy tanítvánnyá válhassunk. Áldott, aki az Úr nevében jön. Íme eljövök, hogy teljesítsem az Atya akaratát, mondja Jézus. És mi így szeretnénk az ő nyomába indulni, ugyanezzel a lélekkel, lelkülettel, nagy hittel, hogy az Úr akaratát akarjuk teljesíteni. Odafigyelünk az ő üzenetére. És a mi mindennapi gondjaink között tőle várjuk a jövő megoldását. Szeretett testvéreim, megkezdjük a nagy hetet imádsággal, hittel, és kérjük a Szent Lelket, hogy alakítson, formáljon bennünket, tegye rendíthetetlenné a hitünket, hogy azt hallgassuk, azt akarjuk, amit Jézus hozott üzenetül nekünk, az Atya akaratát, hogy ebben a mai zűrzavaros társadalomban mi is az Úr nevében mehessünk a testvéreink közé, hogy valóban reménységet, békét, üdvösséget hirdethessünk.
csodát megláthassunk, s az örömet, amely igaz, s mérhetetlen, végtelen századai hát, századoknak. A jó pásztor. Most a nagybőti időben olvastuk az egyik napközi imaórában a Szent Hitvalló Maximus apátnak az elmélkedését, és úgy szíven ütött az a néhány sor, amikor ő erről elmélkedik, hogy Jézus saját magát mutatja be, amikor a jó pásztorról szóló példázatot mondja. Észreveszi, hogy valaki hiányzik. Számon tartja. Emlékszik rá. És elkezdi keresni. És gondoskodik a 99-ről, de hol a századik? És addig megy, míg meg nem találja. Vállal érte áldozatot, erőfeszítést, nem törődik semmi mással, mert a szíve ügye az a századik. És megint olyan szépen írja Maximus apát, hogy amikor végre megtalálja, nem korholja, nem szidja, nem ütlegeli, hanem szelíden magához öleli, vállára veszi, dédelgeti, becézgeti, és viszi vissza. Nem felejti el, számon tartja. Kedves paptestvérek, ezt a képet állítom ma elétek, amikor Ferenc pápánk az irgalmasság szentévére hívott bennünket, és az irgalmasság arcára irányítja a tekintetünket, arra a Krisztus arcra, aki az Isten végtelen szeretetét tükrözi, és aki eljön közénk, és jó pásztorunká lett. Jó pásztorunká lett, és odaáldozta értünk az életét. És én valahogy éppen a jó pásztor hasonlatával így gondolom, hogy születésünktől fogva, fogantatásunktól fogva az Úristen figyelt ránk, és egyengette az utunkat, és úgy alakította, formálta az életünket, hogy megértettük, fölismertük a papi szolgálatnak a küldetését, papi szolgálatnak a feladatát. 50 év, egy fél évszázad, és éppen a zsinat utáni idő, emlékezünk arra, hogy tele voltunk lelkesedéssel, reménységgel, hogy részesei lehetünk az egyház megújulásának. Valami új korszak nyílt meg a számunkra, új korszak kezdődött. És az 50 év itt Európa történetében és a világ történetében akkora fordulatot hozott, amire túlzás nélkül azt szokták mondani hozzáértő történész emberek, hogy nagyobb változás volt, mint korábban egy fél évezred. És ebben a változásban keressük ma is az Úristen szándékát, ami papi szolgálatunk feladatát, és keressük az egyházunk küldetését. A
Olyan szép gondolatot olvastam napokban Ferenc pápától, aki azt mondja, hogy a keresztény élet nem azt jelenti, hogy megértettünk valamit, és onnan kezdve logikusan fölépítjük az életünket, tudatosan, céltudatosan, magabiztosan. Nem ez a keresztény élet. A keresztény élet az, amikor naponta odaborulunk. Tékozló fiúként az atya lábához. És köszönjük, hogy nem zár ki minket, hogy visszafogad, hogy oda borulunk Jézushoz, a jó pásztorhoz, aki eljött értünk, utánunk jött és vigyázott ránk, és magához ölelt. Ez a keresztény élet lényege. Az Isten szeretetére való válasz, az irgalmas isteni szeretetre való válasz, nap-nap után, bűnbánattal, de az odaadó szeretetnek a hálás lelkületével. Én úgy gondolom, és ezzel szeretném befejezni ezeket a vívódó gondolataimat, hogy amit a II. Vatikáni zsinatban kezdtünk megérteni, és azóta 50 év alatt próbálunk fölfogni, az egy egészen más lelkipásztori gondolkodás. Nem ülünk a plébánia hivatalba, és várjuk, hogy majd valaki szolgáltatást fog kérni tőlünk, hanem megyünk utánuk. És szüntelen, és újra utánuk megyünk, és keressük, hogy ők hol vannak most. Amire Ferenc pápánk szüntelenül biztat, hogy menjetek ki a perifériára. Ők is a testvéreitek, akik ma is nyomorognak, akik itthon Magyarországon is nyomorognak. Nem tudok szabadulni attól a képtől, amit a televízióban most már többször láttunk, hogy ott Macedónia határában 50 ezer ember már hetek óta éhezik a hidegben, a vízben. Nem jó kedvükben jöttek el azok. Embertársaink. Ki kell menni a perifériára, úgy, ahogy erre Jézus a jó pásztor ad nekünk példát. Legyetek bátrak, legyetek nagy lelkűek. És ma, amikor megújítjuk a papi ígéreteinket, Szentlélek Úristen adjon bátorságot, hogy ezt új szívvel, új elhatározással és nagy-nagy szeretettel vállaljuk és ígérjük annak, aki minket meghívott, aki bízik bennünk és aki számít ránk. Jézus a jó pásztorunk. Ut nobe cor sexus omnis, unzione Christmatis, et meditur sanctiata, dignitatis gloria.
a mai utolsó vacsorai emlékmisén egymás mellett olvastuk Pál apostol korintusiakhoz írt levelében az eukarisztia alapításának a történetét, és az evangéliumban pedig a lábmosásnak a történetét. Érdekes, hogy még Máté, Márk és Lukács mindegyik a saját evangéliumi könyvében elmondja az utolsó vacsora történetében az eukarisztia alapítását, amikor Jézus kenyeret és bort vesz a kezébe, és átadja az ő szeretetének ezt a drága ajándékát. A János evangéliumban rögtön János erről beszél, hogy Jézus megmossa a tanítványainak a lábát. Összekapcsolja a kettőt. Éppen János apostol, aki az evangéliumában olyan gyönyörűen beszél a kenyérszaporítás utáni részekben, az örök élet kenyerének a meghirdetéséről. Amikor Jézus a kenyérszaporítás után, ott a Genezáreti tó partján, Kafarnaumban beszél az összesereglett embereknek, hogy ne olyan eledelért fáradozzatok, ami csak a földi testi táplálék, hanem olyan eledelért, amely az örök életre ad erőt. Az örök életet táplálja. Az eukarisztia, Jézusnak ez a csodálatos ajándéka, az örök életre szóló táplálék. És minden szentmisében mi együtt ünnepeljük az eukarisztia alapítását is, és Jézusnak a bűneinket eltörlő örök keresztáldozatát. A kenyér és a bor együtt a mi eukarisztiánk. Ezt akarjuk mi a Jézus követésünkben nap-nap után megköszönni, minden szentmisénkben, minden szentáldozásunkban átélni. Erőt kapunk ahhoz, hogy Jézust követni tudjuk a szolgáló szeretetben, de az örök élet reménységével. Ferenc pápánk most is, ma este is megmossa testvéreinek a lábát. Sokan nem értették, vagy nem értik, hogy hát, hogy most micsoda változás ez, hogy még nők lábát is megmossa. Menekülteknek, idegeneknek a lábát. Börtönben levő raboknak a lábát. És Ferenc pápánk tudatosan akarja hangsúlyozni, hogy értsük meg, hogy mit tett Jézus az utolsó vacsorán. Amikor ő megmosta a tanítványok lábát, azt a szolgálatot vállalta magára, ami a rabszolgák feladata volt. A megvetett, megalázott rabszolgáknak a feladata. És Péter ezért döbben meg, hogy te a mester, te akarod a lábamat megmosni. És Ferenc pápánk mindig ezt hangsúlyozza, hogy az irgalmas Isten, az isteni irgalom ennyire mélyre jön le, osztozik, igen, a rabszolgáknak a sorsában, az üldözötteknek, a raboknak a sorsában, a megvetetteknek a sorsában. Hogy megértsük, hogy ő ennyire szeret minket. És így akar nekünk példát adni, ahogy halljuk a utolsó vacsora történetében is, hogy ti is ezt tegyétek. Ti is legyetek egymás szolgálatára megkülönböztetés nélkül, érző szívvel, együttérző jósággal. A szeretet forrása,
Megköszönjük ezen a mai estén Jézusnak ezt a gondoskodó szeretetét, aki tudja már, hogy mi vár rá. És az a búcsúzásának, a végrendeletének a drága ajándéka. Ezt kaptuk örökségül, ezt őrzi az egyházunk évszázadok óta, és ebből az erőforrásból akarjuk mi is a szeretetnek a bizonyságtételét megtenni nap-nap után, hogy elhiggye a világ. Rajtunk keresztül elhiggye a világ, hogy Isten szeret minket. És hogy elhiggye a világ, hogy Jézus Krisztusban a halálból való szabadulás, az örök élet a mi reményünk, a mi osztályrészünk. A legutolsó az emberek között. Olyan nehéz ezt elhinni, olyan nehéz ezt fölfogni, hogy így szeretett minket az Isten. Az ő irgalmas szeretetét nem kegyként gyakorolta,
hanem fölvette a szolga alakját, a rabszolga sorsát. Utolsó lett az emberek között, és innen emel föl bennünket. Amikor felidézzük ezt a golgotai drámát, a saját sorsunkban, a saját életünkben akarjuk megsejteni, visszatükröztetni ezt az isteni szándékot, ezt az isteni szeretetet. Így szeretett minket az Isten, és így szeret minket az Isten, aki ma is ezzel a megbocsájtó, a végtelenségig elmenő, a végletekig elmenő irgalmas szeretettel fordul felénk. Így hajtunk ma fejet, így hajtunk ma térdet az ő keresztje előtt, és így akarjuk a szívünkbe zárni, el nem felejteni ezt a végtelen szeretetet. Testvéreim, ebben a tudatban, ebben a hitben imádkozzunk ma egymásért, testvéreinkért, az egész emberiségért, ezért a beteg, összezavarodott világért. Ebben a tudatban, hogy így szeret minket az Isten. És most is, a mi nemzedékünknek is elhozza a szabadulást, a bűnbocsánatot, a feltámadást.
Könyörögjünk. Istenünk, Te szent fiad által isteni fényességet, tüzét adtad híveidnek. Kérünk, szenteld meg ezt az új tüzet, és a húsvéti ünnepek kegyelmeivel mennyei vágyakra gyújtsd föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséget fényének megünneplésére Krisztus, a mi Urunk által. Dicsőség a magasságban, Isten! Nem tudom, hogy tegnap este néztétek-e a televízió közvetítésében a Kolosseumból, Rómából Ferenc pápának a keresztútját. Minden évben egy megható élmény, hogy ott az első keresztény vértanúknak a vértanúsága helyén idézik fel Rómában Jézus szenvedésének az útját. És amikor véget ért a keresztút, Ferenc pápánk egy hosszú imát mondott. Ma reggel, amikor hallgattam a 6 órás híreket, a Kossuth Rádió ezzel kezdte, hogy egy drámai hangvételű imát mondott Ferenc pápa. Az imának a lényege az volt, hogy Krisztus keresztjére tekintek, és látom azt a sok szenvedést, ami a világban van. Kezdve az otthonukból elültözöttek szenvedésétől, a rabszolga kereskedelem áldozatain keresztül, a prostitúció áldozatain keresztül, a gyerek rabszolgaságon keresztül, a háborúk áldozatainak szenvedőin során keresztül, látom ezt a sok szenvedést, a kereszt erről beszél nekem. És Krisztus keresztjére tekintve ugyanakkor látom azt a sok gazemberséget, a fegyverkereskedőknek, az emberkereskedőknek a gonosz arcát látom, a pénzembereknek a sátáni tekintetét. De amikor a keresztre tekintek, akkor látom azoknak az arcát, akik Krisztus követségében járnak, az édesanyákat, édesapákat, akik a gyereküket nevelik, azoknak az ápolóknak, orvosoknak a munkáját, akik a betegágynál vannak, azoknak a szerzeteseknek, misszionáriusoknak a munkáját, akik gyógyítják a sok-sok emberi nyomorúságot. Mi is a keresztre tekintünk azzal a hittel, hogy aki értünk meghalt a kereszten, az Isten hatalmas fiának bizonyult a halálból való feltámadásával. És ezt akarjuk újra felnőtt hittel átélni ezen a mai éjszakán, ami keresztény elődeinknek a nemzetségét követve, hogy a minden teremtő Isten így szeret minket,
hogy fontosak vagyunk neki, fontos a sorsunk. Személyesen számon tart bennünket, nevünkön szólít, és hoz nekünk üdvösséget, reménységet a halálból való feltámadásával. Szeretett testvéreim, ugye értitek, hogy most miután végigolvastuk a teremtés történetétől kezdve az emberi méltóságnak a történetét, tanítását a Szentírásból, felvillan a tiszta szívnek, az új szívnek az ígérete, és végül az evangéliumban Jézus feltámadásának az üzenetét. Ez a mi hitünk, ez az egyház hite, amelyet ma is, ami mai történelmi társadalmi környezetünkben, a saját egyéni életünknek az élményeivel akarunk igent mondani. Ezt a hitet jelképezi a húsvéti gyertya fénye, amit ma éjszaka ilyen ünnepélyesen hoztunk elő, és a mi gyertyáink ennek a tükrét akarták kifejezni. Ebben a hitben akarunk élni, ahogy kereszteléskor átadunk egy gyertyát. Hogy legyen ez a gyertya ennek a tisztán látásnak a jelképe, a nagy összefüggéseknek a megértése, és hogy igent mondjunk erre az isteni szeretetre, és akarjuk ezt a beteg világot Isten irgalmas szeretetével gyógyítani. Szeretett testvéreim, most következik a keresztvíz megáldása. A víz is Isten teremtett ajándéka. A környezetvédelemből ismerjük, hogy ma mekkora gond és mekkora kérdés, hogy lesz-e ivóvize az elkövetkezendő nemzedékeknek. De ugyanakkor a vizet választotta Jézus az élet jelképévé, az újjászületésnek, a szeretetben, a reménységben való újjászületésnek is a jelképévé. Kedves nézőink, mai műsorunk végén munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!